Üdvözlök mindenkit ezen a következő szekción, ami az önvezető autók és intelligens infrastruktúrák címet viseli, és az alcíme a Mire is jó a jármű kommunikáció. Farkas Károly kollégámmal szerveztük és vezetjük ezt a szekciót. Károly a Netvisor kutatási és fejlesztési igazgatója, és a BML hálózati rendszerek és szolgáltatások tanszékén docens. Jó magam, Bokor László vagyok, ugyanezen a tanszéken szintén docensként dolgozom, és jármű kommunikáció kutatócsoportot is vezetek a hálózati rendszerek és szolgáltatások tanszéken. A jármű kommunikáció egy igen-igen izgalmas terület napjainkban. A V2X, vagyis a Vehicle to Anything, Vehicle to Everything az a terület, amivel akár a hétköznapi életben is összefuthatunk, a közbeszédben is megjelenik, hiszen olyan izgalmas dolgoknak az alapját jelenti majd a jövőben, mint az autonóm járművek, az önvezető megoldások. Ugye jármű infrastruktúra kommunikációs kontextusban már napjainkban is elérhető izgalmas és használható alkalmazások, akár csak a 8-as Golfra elég gondolunk, de a jövőben nem csak ebben a két viszonylatban, hanem akár a jármű gyalogos, a jármű grid, a jármű eszköz, vagy a jármű hálózat viszonylatban is beszélhetünk majd jármű kommunikációról, V2X-ről, ugye a felhő infrastruktúrákról és a dolgok internetéről kell majd a jövőben sokat beszélgetünk együtt. Ha ezek a kommunikációs kontextusok létrejönnek, akkor hihetetlen sok alkalmazási szolgáltatás építhető rájuk. A tudatos vezetés az első csoport, az a alkalmazási szolgáltatás csoport, ahol a kommunikáció maga, a V2X állapotinformációkat és attribútum információkat közvetít a résztvevők között, és így például hatékony figyelmeztetéseket küldhetünk különböző veszélyes szituációkra, például álló járműre vagy veszélyes, egyéb veszélyes elemekre. De ha kiegészítjük, vagy kiterjesztjük ezt a kommunikációs sémát, akkor már akár a szenzorokat is bevonhatjuk ide, és eljuthatunk a szenzor érzékelésen alapuló vezetéshez, ahol a szenzoradatokat osztjuk meg egymással. Később pedig már akár szándék és koordinációs információk is közvetíthetők a járművek között, vagy a járművek infrastruktúra között, és így a kooperatív vezetés korába léphetünk. Majd végső célként a teljesen autonóm járművek idejét élhetjük, ahol optimális forgalommenedzsmentről és teljesen balesetmentes közlekedésről beszélhetünk majd. Most pedig átadom a szót Farkas Károlynak, aki a előadóinkat fogja bemutatni és vezeti a szekciót a továbbiakban. Karesz, mikrofon. Akkor még egyszer köszönjük szépen Lászlónak a témakör felvezetését. Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök, engem Farkas Károlynak hívnak, és én veszem át innentől a szekció vezetői szerepkört. A szekcióban négy előadásra kerül majd sor, négy piaci szereplő prezentálásában. Vágjunk is bele, az első előadás címe Jármű kommunikáció, út a kooperatív közlekedés felé, és az előadó pedig Váradi András, a Comsignia Kft. Kutatási igazgatója. Át is adom a szót Andrásnak. Köszönöm szépen. Ha minden igaz, akkor elindult a prezentáció. Károly, jól látszik? Működik? Igen, köszönjük. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Ezt az alkalmat arra szeretném használni, hogy egy kicsit mélyebben belemenjünk a technológiába, abba is, hogy mi ez a jármű kommunikáció, amit V2X-nek is hívnak, illetve tovább gondolva azt, amit Bokor László mondott az előbb a jármű kommunikációról, illetve adni egy kitekintést a világban, bemutatni, hogy mi zajlik melyik régióban, illetve mit tartogat a jövő. Hadd engedjék meg, hogy bemutassam a vállalatunkat. Én a Comsignia Kft-t képviselem ma itt. A Comsignia egy magyar vállalat, egy magyar globális vállalat, ami nem csak, hogy Amerikába, Kínába
készít megoldásokat, de számtalan helyen piacvezető, illetve igyekszünk minél több területen gyakorlatilag az innovációt vezetni, és ezért számtalan szabványosítási intézetben, illetve egyéb kulcsfontosságú csoportban vállalunk irányítást és vezető szerepet. Comsignia-nak három fő pillére van. Van két fő business unitunk, vagy ipari, vagy piaci területünk. Az egyik ezek közül az autóipar, ahol Tier 2-es beszállítóként, szoftverbeszállítóként olyan járműkommunikációs megoldásokat adunk, amik a jövő autónom vagy okos járműveit látják el információval. Foglalkozunk még szenzorfúzióval, illetve kooperatív applikációfejlesztéssel is. Ezen kívül van egy infrastruktúra oldali termékpalettánk is. Itt elsősorban teljes rendszereket adunk okosvárosoknak, útmenti eszközök, hardware és szoftver elemek kombinálásával, és itt lámpás kereszteződésektől kezdve a teljes forgalmazási központ szoftver modulokig kell mindent érteni, illetve én személy szerint a kutatási részlegen dolgozom, itt olyan projektek vannak, amik elsősorban az innováció a jövő felé mutatnak. Együtt dolgozunk számos autógyártóval, illetve piaci féllel. De mi is az a járműkommunikáció? Ez egy olyan dedikált, biztonságkritikus technológia, vagy termék, aminek az az elsődleges célja, hogy biztonságosabbá tegye a járművezetést kooperatív információ megosztás segítségével. Tehát nagyon fontos itt, hogy nem az infotainment rendszerre vagy bármi egyébre kell gondolni, hanem kifejezetten olyan szoftver és hardware elemeket gyárt, ami mondjuk egy fékberendezést lát el információval, vagy esetleg a jövőben vezeti a járművet. Nagyon fontos még a valóságidejűség. Fontos, hogyha 250 km/h megyek a német autópályán, akkor is legyen elég idő arra, hogy beavatkozzunk, hogyha veszélyt érzünk. Kooperatív, nagyon-nagyon fontos, minden autóval kell, hogy tudjon kommunikálni, a jövőbeli célunk az, hogy márkától függetlenül, típustól függetlenül az ökoszisztéma képes legyen egymással direktbe beszélgetni, ugye annak érdekében, hogy ezt a rendszert létre lehessen hozni, ezt a kooperatív rendszert létre lehessen hozni. Megbízhatóság természetesen függetlenül mindentől működnie kell, ugye egy érdekes értéke a V2X-nek az, hogy nem függ takarástól, tehát ez a rendszer akkor is működik, ezek a rádiójelek akkor is átjutnak, hogyha például takarásban van az autó, nagyon fontos megkülönböztető a hagyományos szenzor technológiáktól. Dedikált minden erre, tehát minden az automotív piacra lett kitalálva, saját frekvenciánk, saját technológiánk, saját megoldások, teljesen egyedi megoldás, globális egyedi szabványos megoldásról beszélünk, illetve ez rövid táv egyébként, ezt ilyen kilométeres hatósugárral kell elképzelni. A járműkommunikációt egyébként V2X-nek is hívják, azért V2X, mert vehicle, mint jármű a valamihez, mi is ez a valami. Tulajdonképpen beszélünk jármű-jármű kommunikációról, jármű infrastruktúra kommunikációról, itt például egy kereszteződésnek az infrastruktúráját kell elképzelni. Beszélünk még gyalogosokkal való kommunikációról, mint vehicle to pedestrian angolul, illetve nagyon fontos a V2N, azaz a hálózati réteg felé való kommunikáció. Itt utalnék arra, hogy az 5G, ugye Magyarországon nagyon-nagyon fókuszban van az 5G, tulajdonképpen itt szerves részei vagyunk az 5G ökoszisztémának, része a V2X-nek az 5G szolgáltatás. Ahogy a László említette a bevezetőben, az idei év egy nagyon fontos mérföldkövet kezdődött, elérhetővé járt a járműkommunikációban, Volkswagen Golf volt az első olyan jármű, amiben Siri tartozékként elérhetővé vált a V2X, és azóta újabb és újabb modelleknél jelentették be, illetve azt várjuk, hogy a Volkswagen példáját globálisan
többi autógyártó is követi és elkezdi bevezetni ezt a technológiát. Tekintsünk most ki a térképre, kezdjük Magyarországgal. Itt nem akarok túl sokat lelőni, mert Máté kollégám a Magyar Közúttól úgy is követ minket, de mindenképp kiemelném a magyarországi V2X telepítéseket, amelyek a világon a leghosszabb egybefüggő V2X fősúlyát teszik lehetővé, de nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egy olyan országban van a központunk, ahol nem csak mi, hanem a teljes ökoszisztéma, vagy a piaci partnerek is ugyanúgy élen járnak, mint ahogy mi, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ezt éppen a Szírozon keresztül valósítottuk meg, vagy valósítják meg a közutas kollégák. Valamint, ha már Magyarország, akkor meg szeretném említeni a különböző partner kapcsolatainkat is. Erős kötődésünk van a híradástechnikai, vagy a hittanszékhez. Például van közös projektünk a Crisis Laborral, ahol anomália detekciót és elosztott biztonsági mechanizmusokat keresünk, vagy kutatunk. Egy elég komoly 65 partneres nemzetközi projektben veszünk részt, ahol olyan globális beszállítók, meghatározó piacvezető beszállítókkal dolgozunk együtt, mint az NXP, a Nokia, a Philips, a Ficosa vagy a Magneti Marelli, és ez egy közös projektünk a hittel, illetve természetesen és elsősorban van a jármű kommunikációs kutatócsoportunk, amit a Laci vezet. Itt mostanáig 30 mérnök végzett ezen a szakterületen, ez azt jelenti, hogy 20 BSC-s szakdolgozat és 12 MSC-s diplomaterv készült ebben a témában. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a mi eszközeinkkel van ez a labor felszerelve, és így egy nemzetközi szintű szimulációs labor jöhetett létre. Olyan kulcs eredményeket is létrehoztunk, vagy sikerült elérnünk közösen, amivel ITS Hungary Nivo díjat nyertünk, de volt, hogy a Volkswagennel közösen szabványosítottunk a diákjaink segítségével, és az új szabványokba az ő eredményeik kerültek be. Nézzünk egy kicsit globálisan, hogy hogy áll az egész V2X piac. Ugye a magyar telepítésekről beszéltünk már. Egy fontos megemlíteni, hogy a Szírócz 18 ország, 18 európai ország részvételével Európa szerte telepíti ezt a jármű kommunikációs szolgáltatást. A Szírócz elsősorban az infrastruktúra oldal, tehát a városokat és az utakat okosítja. És ehhez csatlakozott a Car-to-Car Communication Consortium, illetve a Volkswagen, akik pedig az autógyártásba, az autókba viszik be ugyanezt a technológiát. Így Európa tulajdonképpen abszolút vezetőként elkezdte ezt a technológiát a mindennapokba, a mindennapi termékekbe bevezetni. Megszűnt az a fajta kísérletezés és piloting, ami eddig jellemző volt. Baleseteket előznek meg ezzel a technológiával ma az utakon, és reméljük, hogy ez a tendencia gyorsul a közeljövőben. Nézzünk át Amerikára. Amerikában nagyon sok innovatív és nagyon komoly kulcs területek folytak. Két konkrét példa, amiben mi is részt vettünk. Nagyon büszkék vagyunk, hogy még 2018-ban elkezdtük Las Vegasban kiépíteni azt az infrastruktúrát, amivel több mint, tehát gyakorlatilag Las Vegas kereszteződésein mi segítjük át azokat az önvezető járműveket, akik egyébként nem lennének olyan magabiztosak, hogy átmehetnek az adott kereszteződésen, milyen például a lámpa jelzés. Ide mi telepítjük az útmenti eszközöket és a lifttel, illetve a Nevea buszokkal így jutunk át. Illetve van még egy virginiai telepítésünk is, ami viszont idei. Itt úgy szintén nagy mennyiségű útmenti eszközt telepítettünk, és itt főleg az útmenti dolgozó védelmében dolgozunk a Qualcomm-mal, illetve az Audi-val karöltve. Kicsit tovább menve, egyébként mi a helyzet Amerikával? Az FCC és az Omnier logók azért vannak kint, mert az Omnier egy ország méretű amerikai tanúsítási rendszert működtet már évek óta, és úgy kerülhet csak ilyen eszköz Amerikában, hogy egy nagyon komoly ellenőrzésen megy át, ez egy nagyon, nagyon korai
rendszer volt világszinten a V2X-re, azonban mostanában az FCC és a frekvenciahatóság pont a mai napon fog egyébként dönteni arról, hogy csökkenti a rendelkezésre álló frekvenciát, azonban így is marad 30 MHz a V2X-re, ami egy nagyon jó jel. Illetve van még különböző közös kutatásunk a Michigani Egyetemmel, ahol mindenféle önvezető funkciót tesztelünk az egyetemistákkal. Végezetül pedig nézzük meg Ázsiát, itt én elsősorban Kínát emelném ki, akik relatív a másik két régióhoz képest lassabban, vagy később csatlakoztak be, azonban Kínához jellemzően nagyon nagy sebességgel, nagyon dinamikusan, nagyon határozottan, elsősorban az IMT 2020 és a Kínai Szabványügyi Intézetet emelem ki, akik gyakorlatilag 5 év alatt dolgozták le azt a hátrányt, amiből indultak, vagy azt a későbbit, és egy nagyon jó pozícióba kerültek. Kínában gyakorlatilag párhuzamosan folyik a piacra vitel ennek a technológiának CB2X alapokon. Nézzük meg a most a jövőt, térjünk egy kicsit át a jelenből a jövőbe. Ezen a szlájdon az Euro NCAP-nek, az európai Euro NCAP-nek, vagy az NCAP-nek látjuk a roadmapjét, és jól látszik, hogy az új innovatív algoritmusok, vagy elterjedt biztonságkritikus algoritmusok között ott van a jármű kommunikáció 2021-25-ig való bevezetésre. Nagyon jól mutatja, hogy hogyan képzelik el Európában az autógyártók a biztonságos közlekedést, és ennek a V2X szerves része, illetve a Volkswagen Golf egyébként pont a jármű kommunikációs alrendszernek köszönhetően kapott egy díjazást is idén korábban. Maradék két percben, másfél percben pedig foglalkozunk egy kicsit a távolabbi jövővel, mi várható, milyen sebességgel haladunk, mikor lesz önvezetés. Mi elsősorban a Comsignal-nál egy olyan jövőbe gondolkodunk, ahol dinamikusan szerveződő járműflották mennek optimálisan keresztül a városon, és pont annyi ideig tart a zöld, amennyi ideig nekik át kell menniük, és minden elképesztően biztonságos és elképesztően optimális. Ez azt jelenti, hogy csökkenni fog a balesetek száma a jármű kommunikációval és a biztonságos önvezetéssel, a mi jövőképünk szerint, illetve gyorsabban fogunk odaérni egyik helyről a másikra, hiszen az egész rendszer sokkal okosabbá, dinamikusabbá és optimalizáltabb válik. Egy gyors példa, hogy mind dolgozunk most, ez a percepciós rendszer, amit László is említett. Képzeljük el, hogy mi abban a piros járműben közeledünk ehhez a kereszteződéshez. Hagyományos rendszer. Egy hagyományos rendszerrel, vagy a saját szemünkkel tulajdonképpen ennyit látunk, fogalmunk sincs, hogy mi vár ránk a kereszteződésben, nem nagyon tudunk előre döntéseket hozni, vagy nem nagyon tudjuk, hogy mit kéne lépnünk, egy másodperccel előre látunk. Ha ehhez hozzáadjuk a különböző szenzorokat, akkor sem látunk túlságosan messze. Azonban, ha hozzáadunk jármű kommunikációt, akkor annak egy kilométeres körzetben képesek vagyunk a hasonlóan becsatornázott járműveknek az adatainak a fogására, és tudjuk, hogy ők hol vannak, tudjuk, hogy mi a helyzet a kereszteződésben. Azonban, ha ezeknek a járműveknek hozzáférünk a szenzoradataihoz, akkor azonnal ezek a járművek alapján látott autók adataihoz hozzáférünk, és gyakorlatilag teljes képet kapunk a közlekedésről, jóval azelőtt, hogy vizuális kapcsolatunk lenne, vagy akár a szenzoraink látnánk a szituációt. Ez egyébként a kollektív percepció, és ami ezután következik, ez a második generáció, és a harmadik generáció pedig gyakorlatilag maga lesz az intention message, ami azt jelenti, hogy meg fogják tudni beszélni az autók egymással, hogy ki merre menjen a következő 1-5-10 másodpercben. Nagyon röviden ez volt, kicsit túlszaladtam az időt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Rendben, köszönjük szépen az előadást Andrásnak. Megyünk is tovább. Következő előadásunk címe Digitalizáció a közútkezelésben. Az előadó pedig Verdes Máté, a Magyar Közút Nonprofit ZRT intelligens közlekedési rendszerek osztályának osztályvezetője. Át is adom a szót Máténak. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit én is. És engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy bemutatkozok és bemutatom a Magyar Közút intelligens közlekedési rendszerek osztályát. Ugyanis ez egy rendkívül új szervezet, mármint nem a közút,
ugyanis a magyar közút az több évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon a közútkezelésben, és az állami utaknak a jelentős részét a magyar közút üzemelteti és tartja karban. Az előadásomban elsősorban arról fogok beszélni, hogy hol és hogyan kapcsolódik be a Magyar Közút Nonprofit ZRT az autonóm autóvezetés támogatásába, a hálózatba kapcsolt és együttműködő járműveknek a technológiájába. Miért mondhatjuk el magunkról, hogy Európán belül is élen járunk a jármű és infrastruktúra közötti kommunikációs technológiák tesztelésében, kiépítésében, és hogyan változtatják meg ezek az új technológiák, ezek a hagyományos közútkezelői tevékenységet. Én nagyon hálás feladat András után prezentálni, mert számos olyan dolgot elmondott, amit már nekem nem kell részletesen kifejtenem, ezért csak a kiegészítéssel és az egyéb lényeges dolgokkal tudok foglalkozni. A következő diában azt fogom elmondani, hogy modern technológiák, és ez modern technológiák alatt azúttal nem a legújabb aszfaltkeverékekről, vagy pedig a képen is látható világító esztergomi kerékpárútról fog beszélni, hanem a közútkezelői munkát befolyásoló trendekről, a kommunikáció, különösen az infrastruktúra és a járművek közötti kommunikáció területén. Ugye hallhattuk azt, hogy megjelentek a piacon az első olyan járművek, a Volkswagennél, amelyek képesek már fel vannak szerelve, vagy gyárilag kérhető, megvásárolható bennük ez a úgynevezett CITS, a kooperatív intelligens közlekedési rendszereknek a gyűjtő fogalma ez. Tehát ez a szolgáltatás, ez már elérhető, piacon megvásárolható. Ez egy nagyon fontos lépés volt. És hát milyen trendeket figyelhetünk meg a közútkezelői tevékenységben? A közútkezelőről mindenkinek az jut eszébe, hogy az alapinfrastruktúrát biztosítani kell, legyenek utak, az utakon legyen felfestés, ezek az utak legyenek biztonságosak, ezek legyenek átjárhatóak, tehát ha tél van, akkor sikosságmentesítés megtörténjen. Ezeket mind el is végezzük. De emellett számos olyan feladatunk van, mint például a hálózat optimalizációja. Tehát megjelent nagyon korán az az igény, hogy a meglévő hálózaton a lehető leggyorsabban, vagy a legbiztonságosabban tudjanak eljutni a közlekedők. És a közlekedőket támogatnunk kell a legmodernebb technológiákkal annak érdekében, hogy elérjék az ő úti céljukat. És hát én úgy tartom, hogy a digitalizáció ugyanakkor nem lehet maga a cél, hanem ez is csak egy eszköz, hogy az intuitív döntéshozatalt, azt folyamatok és adatokra alapuló döntéshozatalra helyezzük át, mind a közlekedésben, tehát a közlekedés biztonságot javítva, mind pedig a közútkezelői tevékenységet segítve. Egyáltalán nem mindegy, hogy a közútkezelők a szűkös erőforrásaikat hogyan használják föl, ezért a Magyar Közút és a többi közútkezelő is mind Európában, mind szerte a világon nagyon nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre, mind az oktatás, kutatás és fejlesztés terén, valamint az ipari kapcsolatokat is ápoljuk. A munkatársainkkal közösen én is nagyon sok nemzetközi és hazai szervezetben veszek részt, ahol egyrészt a tudástranszfer, másrészt pedig a tapasztalatok és jó gyakorlatok átadását tudjuk segíteni. Ilyen például ezen a szlájdon jobb oldalt megjelenő PIARC, ami a Világ Útügyi Szövetsége, ami már 122 tagot tömörít, vagy pedig a CEDAR, ami az Európai Közútkezelők és Útügyi Adminisztrációs Társaságokat tömörítő szervezet. Mind a két szervezet foglalkozik jármű és infrastruktúra, jármű és jármű kommunikációval, illetve az önvezetést előkészítő technológiákkal, és mi ezekben a munkacsoportokban aktívak is vagyunk. Azt hiszem, hogy ez az ábra mindenki számára viszonylag jól ismert, ugyanakkor fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a digitalizáció térnyerésével klasszikus közútkezelői munka is egyre inkább adatvezérelté válik. Láthattuk András előadásában az imént, hogy a perception alapú kommunikációnál már sokkal több adathoz fogunk hozzáférni. Tehát, hogyha a járművek különböző szenzoradatait is elérjük, akkor sokkal biztonságosabbá és optimálisabbá tehető közlekedés.
nem feltétlenül csak a biztonságra kell gondolni, hanem arra, hogy minél gyorsabban tudjanak eljutni a közlekedők a kívánt úti célhoz. És ezzel a döntés előkészítést, tehát ez a nagy mennyiségű adattal a döntés előkészítést, és a közúti infrastruktúra teljesítményének értékelését is nagyban tudja támogatni. És minden közútkezelőnek úgy gondolom, hogy jól felfogott érdeke az, hogy igyekezzen a digitalizációban rejlő lehetőségeket a lehető legjobban kihasználni. Ezen a szlájdon szeretném szemléltetni, hogy a magyar közút hogyan is képzeli el az intelligens közlekedési rendszerek ökoszisztémáját. Annak érdekében, hogy az országok és technológiák közötti átjárhatóságot, a technológiai semlegességet biztosítani tudjuk, számos együttműködésben veszünk részt. Mind megvalósítóként, tehát különböző Európai Uniós finanszírozások, CEF vagy Horizon 2020 finanszírozású projektekben, vagy a Magyar Állam által finanszírozott kísérleti útépítési projektekben, vagy pedig megrendelői oldalon az előbb említett CIDR és PIAC szervezeteken keresztül. Részben jogszabályi kötelezettségeinknek teszünk ezzel eleget, illetve jól felfogott érdekünk is az, hogy a jól megvalósított projektek által emeljük a szolgáltatás színvonalát a közutakon. És akkor áttérnék a Szírócra, amelyről András röviden ejtett néhány szót. Mi is ez a Szíróc együttműködés, ez a Szíróc platform? Ez gyakorlatilag egy kapcsolatot jelent a különböző pilot helyszínek között, és mi 2016-ban 8 alapító tagországgal indult el. Az első körös bővítés során Magyarország is csatlakozott 2017-ben ehhez a munkához, ahol harmonizáljuk a kooperatív intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos különböző témákat, mint például a biztonságot, vagy pedig az alkalmazott use case-ek, a kialakított szolgáltatásoknak a különböző aspektusait vizsgáljuk, és hasonló módon implementáljuk minden tagországba, hogy elkerüljük azt, hogy Németországból mondjuk Rotterdamba utazva különböző eszközöket kelljen használnunk, tehát így ugyanazzal az eszközzel ugyanazt a szolgáltatást tudjuk egész Európában használni. Jól látszik, hogy 2019-ben tovább bővült két taggal, illetve elindult a Szírócnak a második fázisa. Az előadásom egy picit későbbi fázisában erről is fogok beszélni, hogy mi is ez, illetve a társult tagokról, társult tagországokról ejtenék még néhány szót, mert az ő segítségükkel ki tudtuk terjeszteni ezt a Szírócz platformot Európán kívülre, ugyanis Új-Zéland vagy Ausztrália, Queensland állama is csatlakozott ehhez a platformhoz megfigyelőként, és szorosan figyelik azt a munkát, amelyet mi itt végzünk. És hát a Szírócznak a második fázisa kifejezetten a városokra és a városi környezetre fókuszál, és már nem csak a gyorsforgalmi szakaszokon tudunk nyújtani ilyen szolgáltatásokat, hanem a városokba is bevittük ezt, és jól mutatja, hogy már nem csak tervezés szintjén állunk, hanem konkrét projektek is megvalósítás fázisában vannak. Ahogy ezen az ábrán is jól látható, a bal oldalit, hogyha megnézzük, akkor a főváros térségében az M0 autóúton zölddel láthatóak azok az eszközök, amelyek kihezésre kerültek a tavalyi év végén, illetve a többi különböző színnel jelölt pontokban ezek az eszközök az idei évben kihelyezésre kerülnek, gyakorlatilag a jövő hét folyamán be is fejezzük ezeket az eszköztelepítéseket, és a központi rendszer fejlesztése zajlik csak. A Győr városát azt a prezentáció jobb oldalán lehet látni, 10 csomópontot terelünk fel CITS útmenti adóvevő egységekkel, és itt a győri pilot projektben elérhetővé válik többek között az optimális sebességajánlása a zöldjelzéshez, vagy a zöldjelzésből hátralévő időnek a megmutatása, illetve a tilos jelzés megsértése szolgáltatás is. De nem csak ilyen városi relevanciájú szolgáltatások lesznek elérhetők, hanem a
úton folyó munkavégzés is például ugyanúgy elérhető lesz, mint ahogy az a gyorsforgalmi szakaszokon. És hát néhány szót ejtenék még a Zalazón és a Szíróc második fázisa között, ugyanis nem csak Győrben, hanem a következő város Magyarországon Zalaegerszeg lesz, ahol CITS útmenti egységeket fogunk telepíteni. Itt úgynevezett második napos szolgáltatásokat, ami már sokkal fejlettebb és sokkal bonyolultabb technológiai megvalósítást igénylő szolgáltatások lesznek. Ezeket fogjuk Zalaegerszegen először kipróbálni, és itt ez nem evidens dolog, hogy először kivigyük valós forgalomba, ezért mindenképpen szükség lesz arra, hogy először tesztkörülmények között biztonságos zárt pályán tudjuk ezeket a szolgáltatásokat kialakítani, és csak utána kerülhessenek ki valós körülmények között az utakra. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és át is adnám a szót. Köszönjük szépen az előadás Máténak. Már csak olyan eszközökre, autókra van szükségünk, amik tudják ezeket a jeleket, szolgáltatásokat fogadni, használni. Jó, menjünk is tovább. A következő előadásunk címe Intelligens infrastruktúra alkalmazása az önvezető járművek tesztelésében és működtetésében. Az előadó pedig dr. Tihanyi Viktor, a Zalazón APV ZRT kutatás és innovációs csoportjának csoportvezetője, valamint a BME docense. Viktor, át is adnám a szót neked. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Akkor itt én is könnyebb helyzetben leszek. Szerintem mindegyik előadó egyre könnyebb és könnyebb helyzetben. Nagyon sok információt hallottok az egyes témakörökről. Ugye Máté által már bemutatásra került az Zalazón tesztpálya bizonyos aspektusból. Én a következőkben bemutatnám nektek egy picit az aktuális státuszát is, hogy is áll a tesztpálya, illetve az aktuálisan, illetve a közeljövőben tervezett infrastruktúra és egyéb speciális szolgáltatásokat, majd utána áttérek a kutatási és innovációs tevékenységekre, aminek a végén azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és erősen ide kapcsolódó projekt részleteiről fogok mesélni. Nézzük akkor először a Zalazón tesztpálya aktuális státuszát. Hát itt láthatjátok azt, hogy gyakorlatilag mi az, ami jelenleg is elérhető, és ugye a szolgáltatásként igénybe vehető ipari partnerek által, illetve természetesen kutatási célra is. Ez egy alapvető szempont a tesztpályánál, hogy tulajdonképpen az alkalmazás 80%-a az kutatási, fejlesztési célt szolgál, ugye jelenleg elérhető már, amit láthatjátok, a dinamikai platformunk, a Smart City nagy része, mint meglevő infrastruktúra, fékfelület, illetve a kezelhetőségi pálya, és hát a következőkben várjuk még idén a általános útszakasz átadását, illetve az autópálya szakasz részeket. Ugye többi évben, következő évben jön a többi rész, illetve még egy érdekes momentumot említenék meg, ugye itt az M76-os okos útszakasz, ami szintén a Zalazón által üzemeltethető lesz, ugye ez egy olyan okos szakasz lesz, ahol gyakorlatilag a gyorsforgalmi útnak a fele lezárható lesz, ezáltal igénybe vehető szintén tesztelési célra ez a hosszú autópálya szakasz. Néhány szót a közeli tervekről, illetve már meglevő információs vagy kommunikációs hálózatokról. Ugye jelenleg is elérhető két publikus 5G hálózat a tesztpályán, ugye itt a Vodafone és a Telekom, Magyar Telekom által üzemeltetett hálózatokról van szó. Következő évben, 2021-ben van tervbe véve az, hogy maga a V2X
hálózat is ki lesz építve a tesztpályán, ehhez nem sokára a közbeszerzési folyamatnak kell lezajlani, és azt várjuk, hogy Q2 vége Q3 környékén 21-ben szintén elérhető lesz ez a speciális tesztekhez kapcsolódóan is. Nemrég volt egy közbeszerzés, ami már leszajlott, és jelenleg is elérhető a tesztpályán különböző speciális eszközök, amelyek segítségével tulajdonképpen nagyon jövőben mutató, akár az autonóm önvezető járművek tesztelésére is alkalmas eszközöket vásárolt a tesztpálya. Ezeket tulajdonképpen teljesen vagy részlegesen automatikusan reprodukálható módon lehet megvalósítani a különböző teszteket, amik nyilvánvalóan a jövőben különböző szkenárió alapú teszteléseknél egy nagyon fontos szempont, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Néhány szót említenék ugye az Alazonhoz kapcsolódó Science Park koncepcióról. Itt ugye az országban számos pontján úgynevezett science parkokat fognak kialakítani. Az egyik helyszín az a Alazon tesztpálya lesz, ahol itt láthattok egy 3D képet arról, hogy pontosan hogy is fog kialakulni az első épület komplexum. Itt ugye a Budapesti Műszaki Egyetem, a Bajz Zoltán, illetve a Széchenyi István Egyetem laborjait jelöltem meg első körben, mint kutató helyeket, amiből a Műegyetem által bérelt irodarész az már megvan, ugye a többi a következő években várható kialakításra. Itt láthatjátok a jelenleg elkészült épületkomplexumot, amit említettem, ugye a Műegyetem által bérelt iroda, illetve csarnok részekkel, ahol már kialakítottunk egy szimulációs, illetve egy speciális tesztekre szolgáló kutatócsoportot, akik ezzel foglalkoznak. Ezt az épületet egyébként tavalyi évben, kb. Egy éve adtuk át. És akkor ugye végezetül áttérnék a kutatási és innovációs csapat tevékenységeire. Ugye hát ahogy itt láthatjátok, 4 fő fókusz területünk van. Elsősorban természetesen a kutatás, oktatás, ezen felül nyilván az eredményeknek és egyéb dolgoknak a disszeminációs tevékenysége és a tudás transfer. Ezek közül most én a kutatásra fogok fókuszálni, hogy mivel is foglalkozik a csapatunk. Ugye első körben itt a kapcsolódó alapkutatások tekintetében tulajdonképpen a teljes területet, teljes palettát lefedjük az alapkutatások szintjén. Itt érthetitek úgy, hogy a környezet érzékelésen keresztül ugye döntéshozata, a kontroll rétegek, ezek az autonóm járműveknek úgymond a lelkét vagy belsejét adják, de ezeken felül természetesen foglalkozunk a kommunikációs technológiákkal, itt függetlenül minden külső behatástól a DSRC, illetve az 5G technológiával egyaránt, illetve természetesen nagyon fontos terület a kiberbiztonság. Azt gondolom, hogy ezen a konferencián talán ezt nem kell hangsúlyozni, illetve részleteiben jobban bemutatni. Ezen kívül, ami még az alapkutatásainkhoz tartozó nagyon fontos terület, az a különböző szimulációs technológiák, ahol saját szimulációs szoftvereket, túlokat fejlesztünk, illetve a meglevő komerciális környezetben elérhető szoftvereket alkalmazzuk, illetve annak az úgynevezett customizálásával foglalkozunk még. Ez a dolga például a lenti kutatócsapatunknak is. Néhány szóban ugye az alkalmazott kutatási területekről, tehát ugye azon kívül, hogy elméletben foglalkozunk a dolgokkal, mi azért nagyon szeretünk gyakorlatban is mindent megvalósítani, így több évvel ezelőtt
mutattuk be az első járművünket, amin 3 autonóm funkciót fejlesztettünk ki. Ezt a zöld-fekete smartot láthatjátok itt a bal felső képen. Ez ma arra szolgál, hogy különböző automatizált, illetve reprodukálható tesztekben alkalmazzuk összekötve különböző szimulációs szoftverekkel valós időben. Ezen kívül van jelenleg egy M2-es BMW-nk, amiben ugye a kormányzás, illetve a gázpedálállás oldottuk meg. Ezzel automatizált driftelést tesztelünk itt a kutatócsapattal, amiben nagyon szép eredményeink vannak. Azt mondhatom, hogy itt a világon összesen néhány kutatóintézet vagy egyetem volt képes eddig arra, hogy ilyet megvalósítson. Természetesen ennek a kutatásnak is a célja hosszú távon a biztonság növelése. A környezet érzékeléssel kapcsolatban pedig az egyik járművünket mutatnám, ahol adatgyűjtésre és valós idejű környezetérzékelő rendszerek feldolgozására fókuszálunk, illetve a járművön kívül az infrastruktúra, szenzorok egy nagyon fontos terület, illetve azok feldolgozása, amiről később még említek pár szót. Nagyon fontos terület a kutatásokban a speciális tesztelési módszerek kutatása. Itt 2 metódust említenék meg, az egyik az úgynevezett vehicle in the loop technológia, ahol tulajdonképpen maga a jármű, amellett, hogy mondjuk a tesztpályán mozog, párhuzamosan valós időben egy szimulált környezetben is megjelenik, amilyen szimulált környezetből például képesek vagyunk arra, hogy a jármű rendszereit becsapjuk, tehát például virtuális objektumokat küldjünk vissza az autónak olyan módon valós időben, mint hogyha ezt a saját szenzoraival látná. Nem csak objektum szinten tudjuk ezt megoldani, hanem most dolgozunk azon, hogy akár szenzor jelszinten, nyers jelszinten is képesek legyünk ezt a technológiát megvalósítani. A következő pedig egy teljesen egyedi tesztelési módszertan, amit itt Magyarországon fejlesztettünk ki az egyik projektünkben, ez az úgynevezett Scenario in the Loop technológia, ahol mindazt, amit az előzőekben említettem, azzal egészítjük ki, hogy nem csak virtuális objektumokat tudunk a járműnek küldeni, hanem ahhoz, hogy a saját környezetérzékelő rendszerét tudja használni a teszt közben, reprodukálható módon különböző mozgatható eszközöket tudunk elévinni, ilyen például járműplatformok, vagy gyalogos dummy babák, amit szintén a központi szerverünk tud megvalósítani. Ebből a rendszerből 2019 májusában mutattunk be egy első demót, ahol tulajdonképpen a szerverünk az már nem a járműben volt megtalálható, hanem közösen a Telekommal és az Ericssonnal 5G hálózaton keresztül vittük át a jeleket teljes mértékig valós időben. Ezt ugye a tesztpálya megnyitó ünnepségen mutattuk be. Akkor jelenleg pedig a komerciális alkalmazása van folyamatban a technológiának. És akkor elértem itt az utolsó érdekes projektünkhöz, vagy ponthoz, ami nagyon erősen csatlakozik, ugye itt az intelligens infrastruktúrához. Itt tulajdonképpen egy olyan víziót vetítettünk előre, amiben egy kicsit megelőzzük a mai ipari alkalmazásokat. Itt ugye András a Komcigniától is mesélt arról, hogy ma hol tartanak ezek a rendszerek. Ugye a mostani aktuális fejlesztésekben már a kooperatív érzékelés megjelenik. Mi egy picit tovább mentünk ennél, mégpedig olyan szinten, hogy az az elképzelésünk, hogy mind az infrastruktúra szenzorokból származó adatokat és a járműből származó környezetérzékelő
adatbázisi adatokat egy központi felhőrendszerben fúzionálnánk, nyilván nem egy távoli felhőben, hanem a valós idejű adatokat valamilyen edge komputerben, amit aztán lehet továbbítani egy felhőrendszerbe, de itt kialakítanánk egy úgynevezett dinamikus térképet, vagy más néven szoktuk digitális IKR-nek is nevezni, ahol tulajdonképpen valós időben állna elő a teljes forgalmi szituáció digitális másolata, ami sokkal megbízhatóbban és széles körükben állítani elő a teljes környezeti modellt, mint hogyha ezt egy jármű önmagában látja, de annál is jobban, mint hogyha az okos járművek kommunikálnák ezt le, hiszen itt bevonjuk az infrastruktúra szenzorokat is az érzékelésbe. Ugye ezt a projektet másfél évvel ezelőtt indítottuk el, jelenleg ott tart, hogy a projekt első fázisán túl vagyunk, és rengeteg adatot gyűjtöttünk az M86-os autópályán június végén, ahol a teljes rendszer adatokat sikerült lementeni, beleértve az 5G kommunikációs hálózat jellemzőit is. Továbbá az egyetemi csapat képes volt egy első proof of concept, vagy funkcionális minta rendszert összerakni ebből az egészből, és készülünk a projekt további megvalósítási fázisaira. Még egy utolsó információként megosztanám azt, hogy mik a tervek arra vonatkozóan, hogy hol alkalmaznánk ezt a rendszert első körben. Ugye nyilván az Alazon tesztpálya lehet ennek egy proof of concept első megvalósítása. Terve van az M1-M7 bevezető szakaszán egy úgynevezett SIGEM Living Lab megoldás, ahol néhány portált felszerelnénk szenzorokkal, illetve lehetőség lenne a tesztelésre, és mindemellett az M76-os okosút szakasz lenne az első olyan komolyabb, hosszabb szakasz, ahol ezt a rendszert szeretnénk megvalósítani. Igazából, hogyha a fóliámat megosztják, akkor még néhány érdekes videólink található benne a továbbiakban, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, Viktor, ezt az érdekes és izgalmas előadást. Ugye a járműkommunikációnál az önvezetés az a végső cél, de hát ennek vannak fázisai, a kooperatív kommunikáció, és az alai tesztkörnyezet ennek a vizsgálatára, tesztelésre is alkalmas, ugye a Smart City vagy okos város rész az pont ezen célból, vagy ezen okból épül, és majd erre lehet használni. Jó, akkor menjünk tovább. A következő és egyben utolsó előadásunk címe szabványosítás az önvezető technológiák támogatásának szolgálatában. Az előadón pedig Csepinszki András, aki az NNG Szoftverfejlesztés Kereskedelmi Kft. Fejlett gépjármű technológiákért felelős igazgatója. András, át is adom a szót neked. Köszönöm. Üdvözlök minden nézőt, a résztvevőket. Nagyon szépen köszönöm a felvezetést. És akkor megosztanám az alkot a gondolatokat, amelyeket a szabványosítással kapcsolatban, az önvezetés, illetve a hálózatba kapcsolt járművekkel kapcsolatban gondolunk. Azzal kezdeném, hogy az ISO és az IEC szabványosítási szervezeteknek egy közös műszaki bizottságában, az egyes számú műszaki bizottságban a hatos számú tanácsadó csoport létrejött, ami az autonóm és adatban gazdag járművek témakörével foglalkozik, és azzal a céllal hozták ezt a csoportot létre, hogy felmérje azt
azt a helyzetet, ami jelen pillanatban a szabványosítás és a technológia legfejlettebb részeivel kapcsolatban van, és ennek a tulajdonképpeni vizsgálatnak az eredménye az lett, hogy igen, önvezetés létezik, önvezető járművek léteznek különféle vasúti rendszereken, különféle közutaktól elzárt területeken, úgy mint bányákban, illetőleg mezőgazdasági területekben. És azt is tudjuk, hogy ezek az önvezető és automata járművek lehetnek a hálózatba kapcsoltak, vagy működhetnek teljesen autonóm módon. Azt is tudomásul vettük, hogy a szabványosítási tevékenységet alapvetően zárt körökben kezdték el a különféle ipari részvevők, és leginkább a közúti járművek szempontjából követik az eseményeket. Ez a szabványosítás tulajdonképpen arra szolgál, és azért jött létre, mert olyan esetekben, ahol adatkommunikáció történik a jármű és a másik jármű, illetve a jármű és az infrastruktúra között, ott interoperabilitásra van szükség, illetőleg, hogyha a jogi környezet úgy kívánja, akkor a certifikáció szükséges a szabványoknak a megléte. Azt is tudomásul vettük, hogy nagyjából olyan 400 szabvány létezik a hálózatba kapcsolt járművek tekintetében, és erről létezik egy olyan oldal, ami tulajdonképpen összefoglalja ezt a 400 szabványt. Viszont nem tartunk még ott sem, tulajdonképpen jó lehet, most már rendelkezünk 400 technikai szabványjal, hogy a terminológiát teljesen definiáltuk volna. Miért? Azért, mert az autonóm és az automatizált kifejezéseket még tulajdonképpen nem megfelelően használjuk, nincsen ipari szintű egyetértés azzal a kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mit, mikor használjuk. Azt megmutatni, hogy tulajdonképpen azért az együttműködés hiánya nem általános, az azt adta, hogy tulajdonképpen bemutatnák egy olyan szervezetet, ami pontosan az együttműködésről szólna, ez pedig az úgynevezett Open Autodrive Forum, amit ipari konzorciumok hoztak létre. Ipari konzorciumok, akik mind az önvezető technológiák egyes elemének a szabványosítására jöttek létre. Ezek de facto szabványokat hoznak létre, tehát nem nemzetközi vagy európai szabványokat, hanem de facto szabványokat, ipari szabványokat, amely ipari szabványokra az előzőekben hivatkozott kollégám, mondván, hogy igen, ezek azok az építőelemek, amelyekkel az önvezető technológiák létrehozhatók, igen, és ezek azok az építőelemek, amelyeket előállító konzorciumok úgy gondolták, hogy együtt kell működni azért, hogy tulajdonképpen az önvezetésnek a kritériumok megfelelő szabványok, együttműködő szabványok létrejöhessenek. Ezek szabványok az ADASIS, a Sensoris, a TISA, az NDS, a TNITS, az ASAM által létrehozott szabványok, az egyes szabványosítási szervezetek különféle térképpel kapcsolatos szabványokat hoznak létre, ahogy az NDS a digitális térképet, az autóban használatos térképet, az ASAM által üzemeltetett OpenDrive, OpenCRG, OpenScenario, ők a szimulációban használatos szabványokat hozzák létre. A TNITS, a Sensoris, a különféle térképi adatfrissítéseket tudják a különféle infrastruktúrából, illetve a járműből továbbítani. A TISA a dinamikus adatokat hozza létre, és csatlakozott hozzánk a japán SIPADUS projekt, amely SIPADUS egy nagyon nagy méretű pilot projektje a japán ipari, illetve minisztériumi résztvevőknek, akik pedig az ISO szabványosítási szervezetnek a szabványit használják.
Hogy egy kicsit képbe hozzam a kollégákat azzal kapcsolatban, hogy miről van szó, itt bemutatnám azt az úgynevezett ökoszisztémát, amit az Open Autodrive fórumban a legeslegelején kidolgoztunk. A térképekről van szó, tehát a térképek hogyan tudják támogatni az önvezetést. A térképek úgy tudják támogatni az önvezetést, hogyha egyrészt frissek, másrészt megbízhatóak, harmadrészt pedig megfelelő információkkal rendelkeznek a környezetről. Gyakorlatilag létrehozzák azt a bizonyos digitális ikret, amiről a korábbiakban már szó volt, és ezekhez, ugye annak érdekében, hogy ezek ellenőrezhetők, certifikálhatók, validálhatók legyenek, nyilván szabványoknak megfelelőnek kell lenni, és frissnek kell lenni. És a frissességhez egy úgynevezett adathurkot hozunk létre a szabványok segítségével, és ez az adathurok az, amit tulajdonképpen előállt az Open Autodrive Forum keretében, amikor is az adatok járműbe küldésével, illetve a járműből adatok összegyűjtésével tudunk egy olyan kört előállítani, amely ezt a lehetőséget biztosítva. Ez így elég egyszerűnek tűnik, de nézzük meg egy kicsit közelebbről, ugyanis itt most 4 szabványosítási szervezet termékéről beszélünk, és itt jármű kommunikációról beszélünk, ezért szeretném, hogyha egy kicsit közelebbről is szemre tudnánk venni azt, hogy hogyan néz ki ez az egész. Hát tulajdonképpen rendelkezésünkre áll egy infrastruktúra, amely a térképek előállításáért és a járműbe jutatásért felelős. Rendelkezünk egy szimulációs infrastruktúrával, rendelkezünk a járművekkel, és rendelkezünk azzal az út infrastruktúrával, amit Máté kollégám mutatott be nem régiben. Gyakorlatilag ezek között kell megvalósítani egy olyan együttműködést, ami például a szabványokon alapul. Tehát a szabványokon alapuló információ továbbításhoz, a szimulációhoz OpenDrive, OpenCRG szabványokat használunk, amely szükséges ahhoz, hogy a megfelelő különféle vehicle in the loop, illetve hardware in the loop tesztelést el lehessen végezni. A különféle térkép és térképi adatszolgáltatásokat, különféle dinamikus és statikus adatokat a TISZA és az NDS szervezeteknek a szabványaival, illetve az ISO-nak, a 204-es műszaki bizottságának a szabványaival tudjuk biztosítani. Ennek megfelelően a térképek, hogyha beérkeztek a járműbe, egy ADASIS-nak nevezett szabvány lehetőséget nyújt arra, hogy interfészeljünk a térképet fogadó, illetve térképet felhasználó jármű elemek között. Ugyanúgy, ahogy a jármű szenzorainak az interfészeléséről is egy szabvány által definiált technológia gondoskodik, ezt az ISO-nak 22-es műszaki bizottsága hozta létre. Itt beszélünk akkor arról az úgynevezett kooperatív intelligens közlekedési rendszerekről, amit a kollégák már előhoztak a korábbiakban. Ezt nem nagyon mennék bele a részletekbe. Rengeteg szabványosítási szervezet foglalkozik ezzel, az ECI, a CEN, az ISO, az SCI, az IEEE, a 3GPP, ezek mind bizonyos részeivel foglalkoznak, de mindegyik szükséges ahhoz, hogy vagy az 5,9 GHz-es DSRC, vagy a Cellular V2X hordozókon keresztül az adatok el tudjanak jutni az infrastruktúra, illetőleg a járműbe, infrastruktúrából a járműbe, vagy a járműből a járműbe. Emellett kell tudnunk azt, hogy tulajdonképpen a jármű belüli szolgáltatások és funkciók azok is bizonyos részben szabványosításra kerülnek, ezekért felelősek a 204-es műszaki bizottságnak a 14-es munkacsoportja, illetve a 22-es műszaki bizottságnak a 33-as albizottsága. A járműből kifelé szállított adatokat a Sensoris konzorciumnak a szabványa tudja biztosítani. A Genevi VSS, illetve a W3C szabványoknak a segítségével. És akkor tudunk beszélni arról, hogy van egy úgynevezett kiterjesztett jármű szabvány, ez az Extended Vehicle koncepció, amely az ISO 22-es munkabizottsága által hozták, de amit a 22-es műszaki bizottság definiál.
A jármű és az infrastruktúra között léteznek egyéb kommunikációk is, tehát például az útdíj fizetéssel kapcsolatos a pán-európai e-call és ehhez kapcsolódó egyéb szabványok, egyéb kommunikációs megoldások. Ugyanígy az útinfrastruktúrából származó információk is megérkeznek, erre is szükségünk van, és ezeket pedig a különféle CEN 278-as műszaki bizottság által definiált szabványok jutatják el a térképi infrastruktúrába. Térképi... Elnézést, egy percünk van hátra. Rendben. Megkezdhetünk. Ennek megfelelően az összes többi rendszernek a részletei is itt vannak. Egyetlen egy olyan kérdés van, hogy hogyan működik ez az egész, együttműködésen alapul ez az egész a bécsi megegyezésnek a köszönhetően, és mivel a járművőről már beszéltünk, ezért fontos megemlíteni ezt, hogy az infrastruktúra oldalán is van szabványosítási igény. Ez az úgynevezett ISAD koncepció, amelyek a célja az, hogy az útinfrastruktúrának az önvezetés támogató képességeit felmérje, és ezt át tudja kommunikálni, és innentől kezdve azt tudom mondani, hogy a konklúziónk az, hogy szabványosításra szükség van, a szabványosítás egy nagyon nagy munka, a szabványosításhoz szakemberekre van szükség, és ezen szakemberekre pedig rettenetesen nagy szükségünk volna Magyarországon is, ahol is Váradi András kollégám vezeti az intelligens közlekedési rendszerekkel foglalkozó helyi műszaki bizottságot, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a szabványosításban. Köszönjük szépen, András, az előadást, elnézést, már időkorlátot elértük, úgyhogy ezzel a szekciónk végéhez értük. Köszönjük szépen az előadóknak az érdekes és izgalmas előadásokat, illetve a nézőközönségnek a megtisztelő figyelmet.